Koszorúkat helyeztek el Nyíregyházán a Damjanich szobornál. Az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila az aradi 13-ak sorsán keresztül méltatta a szabadságharc történéseit. A nagy magyar sorsfordító eseményeket biztos, hogy nem szabad elfelejteni, mert örök tanúságokkal rendelkeznek, így a 175 évvel ezelőtt történt aradi vértanúk esete is a forradalmi szabadságharc lezárásaként, hiszen legtöbbjük nem magyar volt, legtöbbjük végigharcolta ezt a majdnem másfél esztendőt, feláldozta az életét egy ügyért, amiben hitt, összetartott, közösen cselekedett, és azt hiszem, ezek olyan fogalmak, amelyek a mai világban is élnek még, hiába 175 évvel ezelőtt volt. Fehér rózsákat helyeztek el a kopjafáknál a Magyar Honvédség II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezredének ifjú kadétjai. Az alpolgármester beszédében arra is kitért, miért fontos az emlékezés a Z-generáció számára. Meg kell emlékezni azokról a nyíregyháziakról, a hármas vármegyéből származó rengeteg katonáról, aki végig harcolta ezt a közel másfél esztendőt, életét is áldozva, megnyomorodva, talán is utána vállalva azt is, hogy esetlegesen elvitték az osztrák hadseregben, vagy hogy bujkálnia kellett, vagy lelkileg ment tönkre ebbe a vereségbe, és állnia kellett a Bach korszakot, és azt a közel 10 évet, amikor Magyarországot szinte teljesen elnyomták, és megbénította az osztrák közigazgatás, a németját használtával, titkosszolgálatokkal együtt. Úgyhogy ezek olyan események, amelyek szerintem a mai világ van is megismétlődhetnek. Jelen vannak, mert az ember az nem változott az emberi faj kialakulása óta, csak a korszakok változnak körülötte, és a fogalmak, amelyek kialakultak, és amelyeket érdemes megtanulni, azt át is kell tudni adni a fiataljainknak, a jövő generációjának, hogy még 175 év múlva is emlékezzenek Damjanichékra, Kossuthra, mindazokra, akik egykoron a magyar ügyért harcoltak. A koszorúzáson képviseltette magát több nyíregyházi intézmény, illetve civil szervezet is. A megemlékezésen 48-as dalok hangzottak el a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának Honvéd Népdalkör előadásában. Magyar huszár lovat nyergen haj, sírok-villog a fegyvere haj, bús a német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth nóta.